Ahogy egyre többen kapják meg az oltást Európában, egyre többször merül fel, hogy külön szabályokat kell hozni a védett és nem védett emberek számára. Az Európai Bizottság még mindig azon dolgozik, hogyan lehetne megkönnyíteni az utazást a tagállamok között, illetve amikor kívülről jönne valaki az Unióba. Mivel a brüsszeli jogalkotás elég körülményes, így várhatóan továbbra is a tagállamok döntenek majd például arról, hogy milyen oltásokat fogadnak el. Indul a strandszezon Olaszországban, de egyelőre nem csak a szokatlanul hideg idő miatt vannak kevesebben a megszokottnál, turisták sincsenek, holott régebben ilyenkor már megjelentek az első britek, németek és amerikaiak is. Ursula von der Leyen már a múlt héten a New York Timesnak adott interjújában megígérte, idén nyáron azok az amerikaiak, akik addig megkapták már mindkét oltásukat, korlátozás nélkül jöhetnek Európába nyaralni. Ezt hétfőn már hivatalosan is megerősítette a bizottság szóvivője. A javaslat alapján nem csak a jó járványadatokkal rendelkező országokból érkezők utazhatnak be majd, hanem azok is, akik megkapták az Európai Unió által engedélyezett vakcinák utolsó adagját, jelentette be a bizottság szóvivője. Az Egyesült Államok és Izrael lakosai esetében így egyértelmű a helyzet, de a világ legtöbb országában nem a nyugati oltóanyagokat használják. Ezekből ugyanis nem készül elég, a világ legnagyobb részén kínai, orosz vagy indiai gyártású oltóanyagokkal is dolgoznak. Így a bizottság szerint már vizsgálják, hogy a WHO által vészhelyzeti használatra engedélyezett oltóanyagokkal beoltottak is kapjanak szabad utat Európába, ezt azonban a tagállamok maguk is engedélyezhetik. A WHO által elismert oltóanyagok kölcsönös engedélyezését javasolta a múlt héten Angela Merkel német kancellár is, a kínai miniszterelnökkel folytatott tanácskozása után. Ezzel nem csak ahhoz járulunk hozzá, hogy a saját országunk lakossága oltást kapjon, hanem ahhoz is, hogy nyíltan és átláthatóan beszéljünk a vakcinagyártásról, és ha lehetséges, elismerjük egymás oltóanyagait is, legalább az Egészségügyi Világszervezetnél, hogy megnyerjük a vírus elleni harcot, fogalmazott Angela Merkel. A WHO már korábban elismerte, hogy a kínai oltóanyagok hatásosak a koronavírussal szemben, és várhatóan a héten engedélyezni fogja a Sinopharm és a Sinovac vakcinák vészhelyzeti alkalmazását.